2008. június 10-e van. Kettes vasútvonal. Újpest megállóhelyről indulunk, Aquincum megállóhely felé. Nem véletlenül vállaltam be az ellenfényes filmezést is. A Nagy Duna hídnak, a K hídnak, itt már csak 11 napja volt hátra a cseréig. Azaz, pontosabban a teljes kizárásig, a csere 3 hónap alatt ment végbe. A régi K híd 1955. május 21-től 2008. június 21-ig, azaz 53 évig és 1 hónapig szolgálta a vasúti forgalmat, a gyalogosokat és a kerékpárosokat. Az előregedett régi hídszerkezet javítása, felújítása már nem lett volna gazdaságos. Ezért azt elbontották, a pilléreket felújították és a helyére egy teljesen új hídszerkezet épült meg. Mint láthattuk, szükséges is volt a híd cseréje, hiszen akkor már jó ideje a mozdonyos vonatoknak 10 km per órával, a könnyű motorvonatoknak pedig legfeljebb 30 km per órával lehetett csak áthaladni rajta. Az alacsony sebesség és az egyvágányú pálya miatt a híd átbocsájtó képessége eléggé korlátozott volt. A teljes hídzár egyébként 2008. június 21-től 2008. szeptember 21-ig volt érvényben. Azaz 3 hónap alatt tokkal vonóval lecserélték a hídszerkezetet. Igaz az is, hogy az előre gyártott hídszerkezetek, az új hídszerkezetei addigra már készen álltak a csepeli telepen, onnan pedig uszályokon úsztatták föl a beépítési helyükre. A teljes hídzár időtartama alatt az esztergomi vonatok Óbuda MÁV állomástól a MÁV összekötő vágányon a Hév Aquincum állomásán keresztül Margit híd felszíni állomásig közlekedtek, azért csak idáig, mert a Batthyány téri mély állomásra, az alagútba a dízelüzemű vonatokat nem engedték le. Bár szeptember 22-ével megindult a forgalom, azért a híd teljesen nem volt készen, ezért szükséges volt még több időszakban is úgynevezett hétvégi teljes kizárásokra, amikor a vonatok ismételten a Szentendrei Hév vonalán Margit hídra közlekedtek, de egyébként normális üzemvitel szerint hétköznaponként már rendesen közlekedtek az esztergomi vonatok Esztergom és Budapest nyugati pályaudvar között az új hídon át. Az új hídon a pályasebesség 80 km per óra lett. Valam egy héttel kitolták. Igen. Hát azt hittem, hogy nem tolták. Azt hitte a kivitelező ismerős beszélt vele, hogy nem lesz ez 3 hónap alatt kész. Ezt mindenki tudja szerintem, aki nem olyan munkakörbe dolgozik, akinek ezt a tisztje eldönteni, hogy hogy legyen itt a közlekedési. Ez a Hévre való lejárás, és itt már most látszik, hogy katasztrófa között. Miből gondolod? Hát például csak fogom egyszerűen, hogy 10 percnél többet később alatt nem mehet le. Nem mondod. Ha megnézzük a menetrendet, akkor ahogy most tudok, hogy olyan közlekednek a vonatok, hát nincs olyan nap, hogy ne késnél legalább naponta 10-15 hónap 10 percre többet. Innentől kezdve most az utas várja Margit hídnál a vonatot, és nem kellene csak kókuláig. Ez ki van adva? Vagyis kaszásdőlőre gondoltam. Hát ő van, hogyha 10 percre többet később, mert kaszásra sem biztos, hogy leviszik. Igen. Ez mindig a BKV diszpécser fogja eldönteni. Nem tudom neked adni az utasítást, amit mi kaptunk a hívlejáráson, hogyan lesz. Az a buszoldalas? Igen, igen. Azt még én itt dolgozom a hírnél másodállásban, úgyhogy vagy a pilótának hozzátok. Közben Óbuda állomásról indultunk Aquincum megállóhely felé. Jobbra jól látszik a volt gázgyári iparvágány helye, és itt pedig a régi, új Aquincum megállóhely. Tehát tervezhetetlen az egész. Hát persze, meg nekünk úgy van csinálva a forda, hogy mi most Margit hídhoz fogunk menni váltani. De most a vonat nem jött le, csak kaszásig, meg hát Óbudáig, meg ott várunk a Margit hídon. Mint hallható, azért elég sok volt a kételj a Margit hídhoz való közlekedéssel kapcsolatban, de végül is kiforta magát a rendszer és egész normálisan működött. Most az, hogy a megállókon megnek is hirdetjük az évközi vonatokat. Kint lesz a... A hídmenetrenden, rendesen benne van. Azt most te csinálod? Igen. És ráraktál már vonatokat? Nem éraktál, így kaptam. Oh. Hát ez szép lesz. A hírdiszpécserek elég vagányok, szóval nem kell aggódni, szerintem le fogják engedni a vonatokat. Hát igen, csak ugye tényleg ott van, tehát az a baj, hogy itt nagyon bele tudnám kavarni. De azért nem értem ezt a 10 percen túl, mert 6 percenként fog közlekedni a hír, tehát gyakorlatilag 4 percen igen, túl szar. Igen, de nekünk 10 percünk van fordulni a Margit hídnál, a legtöbb esetben.
igen. De nem követitek egymást olyan sűrűn, hogy kettő hát, ott érjen. Napközben például, tehát a úgymond reggel igen. Mert reggel ugye van olyan vonat, amit azért nem is tud levinni, mert különben már ott érni egymást. Meg általában azért, mert a három kocsisokat nem enged ide. Hát igen, de három kocsis meg nem nagyon lesz, mert ugye négy darab megy belőle a Balatonpartra, nyári önökrendben. Igen? Megint? Igen. Hát tervezi, mondjuk katasztrofális állapotban vannak a műső járművek. Tehát csak most megnézzük a felfelé menő oldalt, amelyik alatt a Leányváron kellett volna keresztezem, ahol kereszteztem Csabán, utána amelyiket Csabán kellett volna a Vörösváron, és akkor utána a plusz vonattal, ami el volt maradva a Solymáron, és akkor most ez volt a normális keret, tehát megint szép a csúsz a fél oldalon az oldalra. Igen, vettük észre, hogy ez se jött pontosan, mert mi a szembejövővel jöttünk most. És már nyugatiban nem indult pontosan. Igen. Hát azért mondom, hogy itt igazából az a... Mindegy, végülis ugye a hév lesz. Tehát a diszpécser lesz a bevállalós, hogy mennyire fogja mindent úgy meg lehet ebben kavarodni, hogy... Sajnos az akkor hénem és a mozdonyvezető mellett most nem nagyon jutottam szóhoz, de közben elmentünk a régi Akvinkumi megállóhely peronja mellett, pontosabban a peron maradványa mellett, ahonnan a filmen látható helyre költözött, ahonnan pedig a végleges helyre költözött a hév felüljáróhoz. Itt pedig látjuk, hogy a K-híd már elő van készítve bontásra. 11 nap volt a híd zárik. Hát én az összes adott kaszásig járottam volna, annak lett volna értelme. Pedig az önkormányzat, tehát a budapesti Városházának a közlekedési ügyosztályról ma beszéltem az egyik sráccal, és nekik nem titkolt tervük, hogy maradnak is Margit hídi vonatok. Úgyhogy továbbra is lesznek, lennének olyan vonatok, amik Margit hídra mennének. Margit hídra? Igen. Hát mondjuk egyébként ez egy iszonyatosan értelmetlen dolog. Ez már meg a én személyes meglátásom, mert az a Margit hídi peron, az nincs nem vonatfogadása. Másrészt meg messze van mindentől. Iszonyat messze van mindentől. Másrészt ott van egy iszonyat szűk keresztmetszet, én rengeteget kerékpározom. Hát a bicikli volt, igen. És a ország legforgalmasabb kerékpár, úgyhogy ami nyáron igen nagy forgalomban. Sőt, úgy mondottam azt, hogy összeg is ott a sarotán az egy másfél méteres keresztmetszet. Ahol most rengeteg ember lesz, plusz a kerékpárosok, úgyhogy... Tehát nincs de átlózva. Lerövidítették a vágányt, azt én úgy hallottam. Hát nem mehetünk be a végéig. Igen. Előbbre hozták a Bakot, én úgy tudom. Igen, azt nem tudom, hogy a Bakot mozdították, mert nekünk, amikor nem voltunk próbálni ugye a Uzsival, vagy ezért oda. Te voltál lenne a próbán? Én voltam. Na, akkor meg vagy örökítve. Most, ami márciusban, vagy február végén volt? Világosban? Vagy az éjszakon? Az éjszakáson. Akkor nem. Igen. Hát ott nem tudtam filmezni, ott sötét volt. És tehát akkor végig kim volt a végén, csak nem lehetett lemenni teljesen. Ezt a hidat is cserélik különben? Hát itt mi ezt úgy tudtuk, hogy csak új korlátot kap. Nem szimpai és a faszi. Ahhoz képest elég szépen szétszették, tehát a járdát leverték róla ezen az oldalon teljesen. És ez is 80-as lesz? Hát ez a híd, ez én úgy tudom, hogy már most 100-as, csak 60 rajta az engedélyezet szerkezetileg. A mozdonyvezetőnek igaza volt, ezt a kis hidat tényleg nem cserélték, csak felújították alaposan, úgyhogy ez az a híd, amin a mai napig a vonatok közlekednek. Itt azonban Újpest megállóhelynél már két vágányú villamosított pálya van, úgyhogy amit itt a filmen látunk, az csak egy emlék. Be is fogunk szállni. Nagyon szépen köszöntöm a lehetőséget. Utókornak megörökítettem. Biztos sokan megörökítik, de... Hát én még nem tárgoztam senkivel. Meg vagyok lepve. Egyébként. Mára már nem csak a régi K-híd, hanem az egyvágányú Újpest megállóhelyről kijáró 3-as csatoldeziró is a múlté. Mindez vasúttörténeti emlék. Elmúlt, kétvágányú villamosított vonal van, flörtökkel és kisszekkel. Ez a film most itt véget ér, de a hévonalra bejáró dezirókról és néha uzsgyikról azért akad bőven videó, és majd szép lassan jönnek is fel a csatornára.